Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Kozmikus üzenetek. Ha úgy látom a napi horoszkópokban, hogy van valami fontos, ami számomra is fontos, akkor úgy érzem, az jó, ha közlöm ezt veletek, hiszen számotokra is fontos lehet. A videók nem naponta jelennek meg, hanem tényleg csak akkor, ha vannak fontos események, mindig egy nappal előtte. Tehát tudjátok azt, hogy mi vár a következő napon rátok, mire számíthattok, és akkor tudatosan odafigyelhettek bizonyos eseményekre. Ez a felvétel most november 20-ára szól. Itt van egy fontos esemény, ami kihathat a sors utakra. Ezek lehetnek sorsdöntő változások, vagy találkozások, esetleg döntések. A hold eléri a sors bolygóját, Szaturnusz bolygót, és ezen a napon, 20-án együtt hatnak. A hold jelentheti az anyukát, vagy anyai témákat. Itt lehetnek változások, hogy változik valami a kapcsolatban. A hold jelenti az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket, kihat az érzelmeinkre. Előfordulhat az is, hogy te érzelmekkel közeledsz valakihez, hiszen kihat rád a hold energiája, a másik fél pedig a Szaturnusz energia hatása alatt áll, ő ugyan odafigyel rád, figyelembe veszi azt, amit közölsz vele, de előfordulhat az, hogy megvan ez a hideg-rideg tartás, a zárkózottság. Lehet, hogy nem tudja most kimutatni az érzelmeit, akivel így kapcsolatban állsz, valami korlátozza őt, akkor ezt ne vedd személyesen, hanem tedd át magadat azokon a gondolatokon, amin most töprengsz, ha úgy érzed, hogy nem érzelmekkel közeledik, hanem inkább olyan zárkózott, ez előfordulhat Szaturnusz bolygó hatásánál. Ami előnyös ezen a napon, ha vannak tervek, elképzelések, és ez megvalósítható, hiszen Szaturnusz bolygó az segít abban, hogy ezek a tervek megvalósuljanak. Ezt mindenki úgy másképp fogja átélni. Az is lehet, hogy valaki komolyan vesz téged, odafigyel az érzelmeidre, az is lehet, hogy te kimutatod az érzelmeidet, a másik pedig nagyon zárkózott, ez lehet valaki a családból, lehet a munkahelyen, de lehet a párkapcsolat területén is, hogy ott éled át. Tehát ezek a kapcsolatok lehetségesek. Ami még fontos ezen a napon, hogy Vénusz bolygó, a szerelem bolygója, ami utal ránk hölgyekre is, a haszta holdházban van, ami lefordítva egy kezet jelent. A téma ebben a holdházban, hogy vegyük kezünkbe a dolgokat, legyen meg a vidámság, a könnyűség, és próbáljuk meg azt megoldani, vagy azokat a célokat elérni, amit mi tervezünk. Összefoglalva azt mondhatnám, hogy itt lehetnek most sorsdöntő változások. Ha valakivel találkozol, lehet, hogy ő közeledik érzelmekkel, de te ezt nem tudod elfogadni, vagy fordítva van, hogy te kimutatod az érzelmeidet, a másik pedig inkább olyan hideg-rideg, visszahúzódó. Ami még fontos a napon, az ötletek, a tervek, az elképzelések, és most eljött az ideje annak, hogy cselekedjünk, hogy ezeket a terveket meg tudjuk valósítani, és Szaturnusz bolygó segít mindezt kiépíteni. És ez volt a felvétel, ami november 20-ára hat ki. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!